40 éve gyűjtöm a pénzemet, és most mi lesz? Tanácstalanul álltak az ügyfelek 6 éve a Questor irodái előtt. Egymás után dőlt be a Budakest Brokerház és a Questor, miután a jegybank több százmilliárdos csalást derített fel a cégeknél. Az ügyfelek abban reménykedhettek, hogy a felszámolásból visszakapják a pénzüket. A tönkrement cégek tartozásainak rendezésével és a vagyontárgyak eladásával az állam által kijelölt cégek foglalkozhatnak. Munkájukért a felszámolt vagyon 4%-a illeti meg őket. Éves szinten 3-6 milliárdos a szektor bevétele. A felszámoló cégek listáján jelentős átrendeződés történt, erről a Direkt 36 írt. Múlt csütörtökön tették közzé a 90 nyertest, amelyből 54 új szereplő. A portál szerint ezek majdnem fele köthető kormányközeli vállalkozókhoz, politikusokhoz. Az Oknyomozó portál kutatásai szerint a nyertesek között van egy olyan cég is, amelynek tulajdonosa Sesták Miklós korábbi miniszterhez köthető. Miközben Sesták Miklós maga is részt vett a kiválasztási folyamatban. Nyert Papcsák Ferenc, a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsági elnökének tulajdonában lévő cég is. Korábban belügyi államtitkár volt, most egy olyan cégben tulajdonos Tasnádi László, amely szintén végezhet felszámolásokat a jövőben. És nyert több olyan cég is, amelyek Mészáros Lőrinc köreihez köthetők. A cikk szerzője több biztossal is beszélt, akik szerint a felszámolás a következő időszakban még jobb üzlet lesz. Az egyikük ugye arról beszélt nekem, hogy különösen ugye a banki hitelmoratórium letelte után indulhat meg egy felszámolási hullám. Az MSZP szerint megint a Fidesz közeli vállalkozókat hozzák helyet. Az látszik, hogy mint a nyomorvámszedőinek, a Fidesz újra lehetőségeket ad a haverjainak ahhoz, hogy úgymond újra osszák a piacot. Kérdeztük a kormányt, nem merült-e fel összeférhetetlenség, amire azt írták, az elbírálásnál nem a pályázó személye, hanem a pályázati anyag szakmaisága volt az elsődleges szempont.